Mike vagyok, én leszek az oktatója. Köszöntöm országunkban. Nekem nevem Borát. Oké, ez nem vagyok hozzászokva, de se baj. Na, egy kicsit azért tud vezetni, ugye? Igen. Jó. Tegye be D-be. Hova? Sebességbe. Na, álljunk meg egy percre. Vezetett már kocsit valaha? Igen, Max is sokszor. Oké, jól van, kanyarodjunk. Várjunk, nehogy elüssünk valaki. Két kézzel kormányozzon. Mi? Két kézzel. Akkor olyan, mintha fogom Gypsy búráját. Nem. Aki tumiz a brake. Nem érdekel, hogy milyen a kormány. Két kézzel fogjuk, oké? Oké. Oké. Vigyázzon, gyerekek. Oké, no probléma. El ne üsse a gyerekeket. Nézd, ott egy nőlény sofőr! Követhetjük? Csináljunk vele kis sexy time! Nem. Kapjuk el! Nem. Miért nem? Azért, mert a nőnek joga van eldönteni, hogy kivel bújik ágyba. Mi? Na erre van, nyongombot. Vicceskedsz? Bele kell egyeznie. Na mit szól? Ez jó, mi? Nekem nem jó. Hát pedig így van. Kormányozzon. Úgy. Kész vodka? Vezetés közben nem ihat vodkát, mert... Miért? Mert tiltja a törvény. Mi? Ki ez kocsi, aki követ minket? Nem akarom, hogy kövess. Nem tudom. Lerázzunk. Nem rázunk le senkit. Éj, ne tartsd a szemed! Bekapom a csöcsöt! Na, itt most szépen jobbra fordulunk. Ne nézz, én már kinyalom a segged! Éj, ezt ne csinálja! Éj, a kurványa! Éj, ezt mellőzze! Nem, ő kezdte, nézett vulgárisan! Mondom, hogy ezt mellőzze, ezért börtönbe csuknak. Engem Miért is börtönbe? Magával együtt. Ő mondta szemével, la-la-la-la hátulról! Hagyja annyiban. Tetszel nekem? Én is neked? Igen, persze. A barátom vagy? Kedves fiatalember vagy, a barátod vagyok. Leszel dugókomám? Nem, azt azért mégsem, nem. Miért nem? Talán nem tetszel? De tetszel, sőt, tudod mit? Leszek a dugókomád, leszek. Nagy siker! Most ideje automobilt vásárolni. Akarok automobil, amiben jól ül kopaszra borotvált punci? Az a Corvette. Vagy a Hummer. Biztosan talál kedvére valót. Egy ember tegnap mondta nekem, csak olyan kocsit vegyek, amiben van punci mágnes. Olyat, ami mágnesként vonza a nőket. Igen, de hol tartod mágnest? Itt lent? Nem, nincs mágnes. A barátja a kocsira gondolt. A nők imádják a Hummert. Ebben van punci mágnes? Nincs. A kocsi maga a mágnes. Ha én fizet neked sok dollárt, kérem, beszerezz nekem punci mágnest. Igen, de itt nálunk nincs. Nincs ilyen, hogy kocsi mágnes. Ha ezzel kocsival belehajtok sok gypsybe, a kocsinak lesz valami baja? Az attól függ, milyen erővel üti el őket. Nehéz erősen megmondani. Erősen? Hát, ha valaki felkenődik a szélvédőre, attól lehet, hogy bereped. Mennyi maxi gyorsulás, amitől biztos kihal? Hát, nézze, én azt mondom, ezzel a kocsival már 35-40 mérföld is halálos. Királymód! Oké. Okay. Amikor megvettem feleség, a startnál volt jó szakács, vazsina jól működ, és jól fogta Eket. De 3 év után, amikor lett 15 éves, kezdett gyengébb lenni, és hangja brumogó medve, Borát, Borát, és szőrbe nőtte mellét, és a vazsina lóg, mint elefántfüle. Jézusom. Honnan tudom, hogy ez nem fog megtörténni kocsival? A Chevrolet garanciát vállal rá. Nagyon jó féle. Megveszem ezt a Hummert. Mennyi dollár? 52 000. Én keresek kocsit, ami van 600 és 650 dollár között. Sajnos ilyen árkategóriában nem tartunk kocsit. Viszont van egy fagylaltos kocsink 700 dollárért, jó sok mérfölddel, garancia nélkül. Oké. Jöjjön.